kirobbanó formában várja az U20-as atlétikai Balkán-bajnokságot Világos Adrianna. A 16 éves kishegyesi sportoló ugyanis az elmúlt hetekben a vajdasági és a szerbiai korosztályos versenyt is megnyerte, a felnőtt országos bajnokságon pedig ezüstérmet szerzett. A tehetséges atléta nemrég váltott 500-ról 600 g-os gerelyre, legjobb dobása pedig 57 méter 41 cm-re repült. Egy hasonló eredménnyel pedig Törökországban is elégedett lenne. Én úgy érzem, hogy elég jó formában vagyok, és szerintem jól megcsináltuk a felkészülési időszakot, ezért egy kicsit izgulok, mert elég erős lett a konkurencia. Van két török lány, aki nagyon, nagyon nagy ellenfelem lesz. Hát szeretném megközelíteni az egyéni csúcsomat, esetleg új egyéni dobni 600 g-os gerellyel, és remélem a legjobbakat, és szeretnék egy éremmel hazatérni. Világos Adriannát továbbra is édesanyja Világos György edzi. A szakember elmondta, a koronavírus alaposan átírta a versenynaptárat, ezért a tervezetnél hamarabb kellett átváltaniuk a nehezebb gerelyre. Nem volt terve a 600 g-os gerely az idén, azonban az 500 g-os gerellyel a Balkán bajnokságot is lemondták, így nem lett volna semmilyen nemzetközi megméretetése, hanem kezdje megpróbálni a 600 g-os gerelyt. Hát egy másfél hónap volt a rendelkezésünkre, amióta barátkozik a 600 g-os gerellyel. Szerintem elég szolíd formában van, remélek egy jó eredményt. Az U20-as atlétikai Balkánbajnokság küzdelmeit ezen a hétvégén rendezik. Világos Adriannáék csütörtökön utaznak Törökországba.